Ez itt a rap terápia, tesó a rap terápia, szakít a rap terápia, üvölt a rap terápia, fülesben rap terápia, kocsiban rap terápia, hangfalból rap terápia, most szól a rap terápia. Vissza is tértünk továbbra, és a rap terápia szól az FM 92.4 Maxi Rádióban, és mellettem az Animal Cannibals, Kuka és Ricsi. Nektek ugye nem is elég jelent meg az 1-1-1-1 című lemezetek, ami a szokásos 19 tracket tartalmazza, ami hát úgy 19 track, hogy igazából csak 5. Nem. Meg ez egy úgy lemez, hogy nem lemez. Tehát, hogy igen, tehát 2016-ban, amikor ez megjelent, november 11-én, tehát 11. hó 11-én, akkor mi úgy gondoltuk, hogy tényleg maga az a lemez formátum, az már lehet, hogy egy kicsit idejét múlt, mikor az ember megfog egy ilyen hangzóanyagot, beteszi és végighallgat egy egész lemezt. Hozzáteszem, több mint egy órányi hanganyag van ezen is rajta, ami Animal Cannibals, tehát, hogy azért megvan az a terjedelem, de most, hogyha tényleg a számokhoz és a trackek mennyiségéhez ragaszkodunk, ez valóban 19 track, de hogy hány dal van rajta konkrétan, azon már persze lehet vitatkozni. Sokkal több, mint 19. Igen. Sokkal több. Persze, mondjuk a kedves hallgatóknak, akik esetleg nem tudják, hogy mi volt, aki néhány ember, mi volt az, ami néhány embernek nem tetszett. Rátettünk egy olyan mixet, aminek az a cím, hogy Feat Mixtape. Ugye sokan mondják azt, hogy hát azért nem csinálunk új lemezt, mert hogy már annyi közreműködést csináltunk, már hogy abból kijön 6 lemez. Hát ezek lehet, hogy igazak, lehet, hogy nem. Mi összetettük az összes közreműködésünket, és rátettük egy közel egy órás. Ami eddig közel... nem Animal Cannibals kiadványon jelent meg. Tehát ez valóban az összes egyébként? Igen. Ez összes. Mi szerettünk ilyen a teljesség igényeivel élni, úgyhogy ez valóban az összes. Tehát ez egy olyan gyűjtemény, ami szerintem senkinek nincs se a világon, de tényleg Magyarországon se, és világon se. És olyan dal is előkerült, amiről menet közben derült ki, hogy ja, volt ilyen, és még a producere Artos Csé se tudott róla igazán, hogy tényleg ez hova is került. Aztán végül is a helyére kerültek a mozaikok, úgyhogy minden megvan, és dokumentálva is van, hogy melyik kiadványon és melyik évben jelent meg. Illetve azért érdekes még ez a track, mert ezek olyan dalok, amik lehet, hogy megjelentek, de mondjuk elmentek 100 példányban, vagy megjelentek digitális formában, és talán még a YouTube-on sincsenek fent, tehát ezek igazi kincsek, és sőt, valami nem is jelent meg CD-n se, neten csak kazettán. Tehát vannak olyan dalok ebbe, amik olyan ritkosak, és úgy éreztük, amikor elkészült ez a sok-sok feat, hogy ezeket nem szabad csak úgy elengedni. Ezekbe rengeteg energiát tettünk bele, és szerintem nagyon jó dumák vannak, és egy csomó napra kész a mai napig. Ezen kívül van egyébként egy olyan track, például egy megamix formájában, ami megint csak azért érdekes, mert hogy azt nem várhatjuk el, hogy egy buliban az este folyamán, mondjuk este 10-től hajnal 5-ig 3-4 Animal Cannibals track megszólaljon úgy külön, viszont hogyha 5 percben realizálni tudunk igazából az összes nagy dalunkból részleteket, akkor lehet, hogy ez az 5 perc ez sokkal többet tud hozzáadni, akár egy DJ-nek is, hogy jó, legyen egy ilyen 5 perc, és akkor elmehet az összes sláger, és működött. Ráadásul ennek egy zseniális videóklipje is lett. Ugye ebbe szerepeltek a különböző ismert személyiségek, hívjuk így őket. Igen, és ezzel biztos eladtuk megint magunkat. Hát nyilván, persze. Na őket is, ő mindenkit eladtuk. Egyébként ez a 80 ember, aki egy óriásit meg. Ismert és elismert a saját területén belül, valóban egy picikét minket igazolt, és azt az állítást, hogy most már szinte korosztálytól függetlenül mindenkinek lehet egy Animal Cannibals slágere, amivel valahol találkozott. Vagy azért, mert a gyereke hallgatta, vagy azért, mert a szomszéd hallgatta, vagy azért, mert nagyon utálta. De van valamilyen kötődése biztos, hogy lehet, és tényleg olyan arcok tűntek fel abban a videóklipben, ami még mi is meglepődtünk, mert hogy a rendező minket is meglepett egy-két olyan névvel, akire mi nem gondoltunk volna alapesetben. Pont amikor néztem ezt a videóklipet, akkor gondolkoztam el rajta, hogyha ezek az emberek ismerik és szeretik a ti dalaitokat, akkor ki lehet az Animal Cannibalsnek a célközönsége? Hát mi ezt így nem fogalmaztuk soha meg, tehát amit mondtam már korábban is, hogy mi nem a célközönségnek írjuk és a dalainkat, hanem úgy csináljuk, hogy nekünk tetszen, mi az, ami nekünk kihívás, mi az, ami még újdonság, amit még nem csináltunk, ez nagyon fontos, nem akarunk sohasem egy 26. szerelmes dalt írni, még egyet se írtunk, amit kiadtuk volna igazából lemezkiadó által. Tehát
a célközösségünk az nincsen, viszont azt tudjuk, hogy a fellépések alapján, hogy szeretnek minket az idősebbek is, tehát akár még a szüleink korabeliek is egy-egy dalunkat valahogy mégiscsak ismerték, meg látták, és az egészen kicsik az óvodások is valahogy az első pillanattól kezdve, egy perc után gyakorlatilag már éneklik a dalainkat. Fontos egyébként nálunk a fellépéseknél az, hogy a kommunikáció az nagyon nagy teret és lehetőséget kap minden egyes fellépésnél. Kicsit már talán fontosabb is az, hogy mi történik két dal között, mint hogy milyen dalokat válogatunk be egy-egy fellépésre, mert azért szeretünk mindig exkluzívak lenni, tehát hogyha megérkezünk egy helyszínre, hogy picit körbenézve és beleszagolva a légkörbe, eseti és egyedi dal listát állítunk össze lehetőség szerint, hogy mindig aktuálisak tudjunk lenni. És pont ezért egyébként nekünk nem rajongótáborunk van, akik rajonganak értünk, hanem azok, akik elfogadják a mi látásmódunkat, és velünk együtt képesek jól érezni magukat. Tehát mondjuk van arra példa, hogyha mondjuk egy igazán rappes közeg van, akkor az olyan típusú zenéket szeditek össze, és ha meg nem igazán az, akkor leginkább ezeket ott hagyjátok a polcon? Bizony, tehát hogy nem mindig a nevelés a fontos, hanem inkább az a hangulat, hogy úgy menjenek haza, hogy de jó, hogy itt voltunk. Világos. Nálatok ugye, ahogy ennél a lemeznél, meg egy csomó lemeznél, akár a megjelenési dátumot tekintve, a számisztika mindig fontos volt. Ez miért olyan fontos a ti életetekben? Ez már viszont marketing szerintem sok szempontból, marketing is sok szempontból, mert az, hogy megjelenik november 22-én, az nem egy olyan dátum, amire az ember bármikor is emlékezni fog. Viszont hogyha egy 1111 vagy 1111 című lemezt 11-11-én jelentetsz meg, az már jobban megmarad az emberekben. Tehát ez szerintem marketing is egy részről, másrészt mi szeretjük a koncepciókat, tehát ez a 19-es szám, ami mondjuk a lemezeink, ugye a track listáját jellemzi, meg ennyi dal van rajta, ez azért is fontos nekünk, mert már mindenki tudja, hogy hány dal lesz rajta, tehát vannak ilyen fix kapaszkodók az ember életében, az mindig jó. Tehát ez olyan, mint a hagyomány, csak ezt nem nevezem hagyománynak, 19 dal, de majdnem olyan. Tehát azokat szeretjük. Szerintem nem csak mi az emberek általában szeretik. Valóban egyébként az első demo kazettánk, amit csináltunk egy 60 perces rendes magnó kazettára, 19 track fért rá a legelsőnél, és valamiért ragaszkodtunk ehhez, hogy ha ez itt egyszer így jó volt, bevált, működött, akkor ezt tartsuk meg, vigyük tovább. Tehát ha valami jó, akkor azért azt úgy megtartjuk, tehát nem fejlővéseink vannak, meg nem... Meg talán a számisztika az hasonlít például a rímeléshez, tehát hogyha vannak érdekes számok, az sokkal érdekesebb, mint hogyha egy olyan szöveget olvasol, amiben nincs rím. Egy rím nélküli szöveg az nem annyira érdekes, mint egy rímmel teli szöveg. Ezen kívül egyébként még tényleg, tehát magyarázhatnánk a bizonyítványt, de megint csak rá kellett jönni arra, és mi már a kezdetétől egyébként ilyen főállású dologként tekintettünk erre az Animal Cannibals nevű formációra. Te a legelejétől még nem, akkor még azt mondtad, hogy ebben nem lesz. Igen, csak akkor egy mellékes valami. Akkor így van, de utána idő. De utána egy hónappal később már, igen. Nem. Nagyon fontos azt látni, hogy azon túl, hogy az ember dalokat ír, az ma már kevés. Tehát, hogyha jó dalokat ír, az is kevés. Valóban itt a közösségi média hullámait is meg kell tudni lovagolni. Ez is egyébként majdnem egy teljes embert kíván. Be kell csomagolni. Tehát most már marketing kevés. Szakembernek kell lenni. Hogy egy jó számon van, igen. Ez kevés olyan. Jól kell tudni időzíteni, időben elrakni a dolgokat, hogy nagyjából egy terved meglegyen, egy üzleti tervet megépíteni. Tehát, hogy nagyon sokrétű az, hogy egy együttest ilyen szinten működtessen a dolog, és nem lehet azt elvárni, hogy majd egy menedzser, vagy egy valaki, egy külső valaki majd megoldja. Mert hogyha te magad nem csinálod meg, akkor miért várod azt el mástól? Ez az önmenedzser is, amiről beszéltek, ezt sokan megtanulták, viszont még többen nem. Talán erre kéne egyébként nagyon nagy hangsúlyt fektetni, mert sok jó zene van egyébként, ami mögé pont ez a dolog hiányzik. A menedzselés meg a pénz az igen, már megint egy olyan téma, meg egy olyan réteg az a miért kell nekem ezzel foglalkozni, és itt már rákanyarodhatunk az általad is nagy vihart kavart támogatások rendszerére, mert hogy ki támogasson egy zenekart, szabad-e támogatni egy zenekart. Bocsánat, én kevertem a vihart, én inkább tisztázni akartam a dolgokat. Azzal még jobban korbácsoltad az egészet, de valóban, tehát jó, hogyha beszélünk ilyen dolgokról is, hogy mi árt egy előadónak, és mi nem árt egy előadónak, de szerintem ezt mindenki el tudja dönteni, és borzasztó megtisztelő nyilván, amikor egy jó nevű világmárka mondjuk egy előadó mögé áll.
Szerintem ezzel nincs egyébként probléma, továbbra is ezt állítom. Aztán van, aki meg úgy gondolja, hogy ezzel van is probléma. És de... ő az, aki úgy gondolja, az is van gond, hogy az ember elmegy egy kereskedelmi televízióba szerepelni. Vagy ide a repterápiába egyébként. Pláne, ez is egy... Már te is ez kereskedelmi... Olyan, persze. Ez kereskedelmi is. Rádió egyébként? Hát akkor viszont már megint kapni fogunk. Abszolút. Igen, tehát már hallottam olyat, hogy aki azért adta el magát, mert eljött ebbe a rádióba, holott milliós megtekintései vannak a YouTube-on. Nem, nálad viszont egyébként érzem a nagyon nagy törekvést, hogy minél undergroundabb és realebb arcok felé nyitni, mert hogy még nem voltunk itt nálad például. Igen, bár ez nem feltétlenül nekem köszönhető egyébként, na mindegy, de örülök, hogy itt vagytok. Magunknak is tény és való, foglalkoztatott zenekar vagyunk, és most is úgy vagyunk itt ugye a stúdióban, hogy innen megyünk tovább egy fellépésre. Így van, abszolút. És egyébként elmondom, hogy este 11-ben ez csak a srácoknak a profizmusát jelzi. Térjünk vissza a zenének, vagy a lemeznek a hanganyagára. Itt a legfrissebb klippetek ugye az a Nem ér címet viseli, és ez egy brutálisan kemény odaszólás egyébként a hip-hop stílusnak. Hát ki hogy fogja fel? Mi ezt is egy... Hoppá! Ja, most csak elment a fülesem. Semmi, most minden jó. Szóval mi ezt is egy viccnek szántuk. Tehát egyfajta, hogy mondjam, görbe tükörnek, vagy nem görbének, vagy nem tükörnek. A lényeg az, hogy elmondtuk azt, hogy mi a véleményünk a mostani, mondjuk úgy, hogy új hullámos repről, és hogy megmutattuk azt, hogy végül is mi is tudunk csinálni ilyet, hogyha akarunk, de hogy akarunk-e még ilyet csinálni, abban nem vagyunk teljesen biztosak. A kritikát azért szeretjük, elfogadjuk, rágódunk rajta egy picikét, és hogyha lehet, akkor a fonákjával együtt toljuk vissza a kritikus arcába. Megkaptuk azt valóban az előző, ezelőtti albumunknak egy ilyen baromi jó kritikáját kaptuk meg a Szép Irodalmi Figyelőben, ahol valóban irodalmi értékek alapján próbálták értékelni a produktumunkat, és ott hangzott el az, hogy jó, amit hozunk, de ugyanaz a 90-es évek hangulata lüktet belőle, ami már megszoktak. Tehát, hogy nincs semmi új. Úgyhogy ez az újra való törekedés, ez bennünk megvan folyamatosan, hogy lehet újdonságokat csinálni, meg ki is próbáljuk magunkat benne, meg is tudjuk csinálni, csak kérdés, hogy mennyire érezzük magunkénak. És hogy pofon-e a műfajnak, vagy nem, ez megint csak egy olyan dolog, hogy van, aki csak hallgatja, mert jó a lüktetése, meg úgy érzi az egésznek a vonulatát. Van, aki esetleg vette a fáradtságot, és tényleg megpróbálta értelmezni azokat a szövegeket, amik ráadásul direkt úgy vannak megírva, hogy annyira szlengesítve, és annyira kittekerve, hogy valóban csak a hallgatóságnak nagyon pici százaléka az, aki elejétől végéig érteni is fogja ezt a dalt. Én remélem, hogy közöttük vagyok egyébként. És pont Ricsi, te részedben van az, hogy neki mentek neki. Igen. Hát ez picit jellemző, de mi is ilyenek voltunk fiatalokként, tehát de ez nem kritika. Tehát ez egy egyszerű, hogy mondjam, tehát lefestése a dolgoknak, amit látunk most, hogy egyszerű példa, bemondja a tévé, az iskolába a szülei, mindenki mondja, hogy ne drogozzál. És nézzen, mégis mennyi ember drogozik például. Hülye példa, de igaz, de mi is ilyenek voltunk, mondták, hogy az alkohol az ártalmas, ne csináljátok. Mégis megittunk egy alkoholmentes pezsgőt. Így van. Mondjuk egész életünkben összesen egyet-ketten. Mondjuk mindenkinek, hogy a trap az egy jó műfaj, és mégis csinálják. Tehát igazából, ha egy másik dalból lehet idézni, akkor minden változik, a lényeg nem. Tehát a rap az úgy jó, ahogy van. Tehát az alakul folyamatosan. Vannak olyan ágai vagy vonulatai, ami nem fog mindenkinek tetszeni, és van olyan, ami meg sok embernek tetszik. Hát figyelj, mindig elmondjuk a véleményünket, tehát azzal nincsen gond. Ez pont ugyanaz, mint amikor felkért minket a lemezkiadónk, hogy csináljunk mi is egy karácsonyi dalt, mert hogy a lemezkiadóhoz tartozó előadók Csokrából szeretnének egy válogatás lemezt csinálni, és nyilvánvaló volt, hogy nem fogunk egy ilyen örömteli egymás kezét fogó ömlengést a kiadó meg a nagy közönség elé szórni, hogy most karácsony van és szeressük egymást, hanem pont meg tudtuk fogni azt is a fonákjáról, magát az egész hangulatot, az egész karácsony, és pont ettől működött egyébként a dal. Tehát jó dolog az, hogyha az embert egy picit szembesítjük azzal, hogy nem minden egyértelmű. Bocs, még utolsó dolog a lemezhez, hogy tényleg kaptunk kritikát, és meglepő módon ez a lemez kapta az egyik legtöbb kritikát, mert általában valahogy nem jutnak el hozzánk ezek a dolgok. Aki megveszi a lemezünket, megvette a lemezünket, az valahogy
tudta, hogy mit fog venni, és itt valószínűleg az volt, hogy sokan nem tudták, hogy mit fognak venni, vagy nem számítottak, hogy ilyen lesz a lemez, és vagy lehet, hogy az, hogy a egyre aktívabbak. Mert vannak rajta csodák azért. Egyre aktívabbak vagyunk a Facebookon, és lehet, hogy több kommentet olvasunk a keleténél. A lényeg az, hogy a mostani elmúlt 2-3 évben azért nem nagyon találkoztam olyan lemezzel, amit úgy nagyon szívesen fölteszek a polcra, hogy egy teljes album, és hú, ezek a srácok, ezek csináltak egy egész albumnyi olyan zenét, amire azt mondom, hogy ihaj, csuhaj. Tehát még ebben a sorban én úgy gondolom, hogy még mindig az elején vagyunk valahol ennek a bizonyos sornak, mert hogy abszolút nem divat már lemez csinálni, hanem csinálunk egy pár dalt, 5 év alatt összejön egy egész lemez, de nem adjuk ki, tehát más világban, mint régebben. Világos, itt arra akartam egyébként kitérni, hogy ez nektek nagyon-nagyon jól áll. Egyrészt ez a zenei stílus is, ez talán a Mindenki azt akarjának a Triek remixében már látszolod, hogy igen, ez illik a... Hát mi nyitunk, igen, nyitunk. Illik hozzátok, ugyanakkor meg a téma, meg mondjuk a Sziszkával közös Csirió című számotok. Tehát az is valami... Csillogjon csörögjön, igen, bocsánat. Semmi gond. Igen, tehát hogy azért bennetek van ez, hogy azért ti megmondjátok néha, hogy srácok. Valóban, amikor abban az időben a bling-bling volt a lényeg, meg a külsőségek, hogy mindenki menő verseny. Az is elmúlt. Az is elmúlt. Tehát, hogy mindenen túlléptünk, most éppen ez van benne a levegőben, de annyira aktuálisak vagyunk, hogy még ehhez az albumhoz egyébként most 1-2 héten belül, vagy 3-4 héten belül már leforgattuk idén. Egyébként. Mondasz, idén. Igen, de hogy videóklip még egy dalhoz fog készülni, a Vissza című dalhoz. Akkor most meghallgatjuk ezt, aztán jövünk vissza a srácokkal. Nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Én várok. Én ráérek. Ugyan nem is olyan nehéz ez?